Na, Mizu? Na, Mizu? Annyira hihetetlenek vagytok. Szerintem ti ezt élvezitek, amikor lányhét van. Mert annyira bevadultok, fiúk, hogy hát az úgy, ez elképesztő. És most itt marasztaltatok. Pedig ma idegeskedhettem volna. És mindig, mindig megmentetek ettől a helyzettől, és mindig az van bennem, hogy én ezt hogy fogom visszaadni. Sehogy, mert nem ez a lényeg. Itt mindenki hozzátesz a csapat teljesítményéhez és a végeredményhez. És még te is nézd meg, hogy amikor mentél, egyből beütötted a fejedet, és végignyomtad. Nagyon nehezen álltam ki. Ott akartam lenni, végig akartam csinálni, mert láttam, hogy mi lett ugye Jankával. És akkor ott állok, és nyilván eszembe jutott, hogy ha most kiállok, akkor ott marad Gabi meg Iza, és hogy ott hagyom őket. Te is tudod, de Reni, jobb hogy belátásra bírtatok, és minden fontos, a legfontosabb az egészségi állapot. Vannak olyan helyzetek tényleg, amikor egy ilyen felsőrülés lép közbe, ezt nem szabad megkockáztatni. Tehát pláne egy olyan pályán, mint ez a végítéletpálya, ahol és imádom ezt a pályát. Rendben van, de imádnod kell saját magadat is, és kell hozni néha ilyen döntéseket. Nyilván ez a ti ráhatásotok miatt volt, mert csak így néztem magam el, és nem így hát bezombultam, és már annyiszor elmondtátok, hogy jó, mondom, akkor reakció, hogy egy 2-3-4 másodperc. Igen, abszolút éreztem. Hát ez ilyen, tudom. Csak nem akartam, tegnap nagyon nem akartam elfogadni ezt a helyzetet. A Reni egy fantasztikus ember, azon kívül, hogy egy elképesztően eltökélt sportoló. Tehát én egyáltalán nem lepődök meg azon, hogy Reni még fájva sérülten is teljesíteni akar. De ez nem csak egy sima sérülés, hanem ez egy felsérülés, tehát ezzel nem szabad viccelni. Úgyhogy szerintem ez jobb volt így, hogy a Reni kimaradt így a következő futamokból, és leült egy kicsit.